Hú, de hangos. Hát a játék hangerejét ezt nem tudom befolyásolni. Nos, üdvözlök mindenkit, ez itt a Welcome to Game első része, közben valaki meg cseszeget, hogy elfogadjuk a hívást. Hey, so, yeah. Are you sure you want to do this? The deep web is full of fucked up shit. Even worse, a red room. Alright, well, first thing, Anne and Notes. Anne is a web browser that allows you to access the deep web. You can't access these sites on a normal browser. Notes is, well, I went ahead and set your homepage on AND to a deep wiki page to get you started. What you are looking for are 8 hidden keys on the deep web. Not all sites have them, but some do. You have to explore each page. Most jelenleg azt mutatja, hogy így néz ki egy kód, tök mindegy milyen karakter, lehet akár 5, 6, 7. Lényeg, hogy ez a fajta elrendezés az már egy kód, amit le kell majd másolni, és a nódba összeszedni. Each key contains an order number associated with them. This is important. Once you have found all 8 keys, you have to type out the complete... És amit összegyűjtjük ezeket az adott kódokat, egy oldal jön ki belőle, ami meg lehet nyitni a Red Room-ot. This is where the notes system... Another tricky thing with the deep web... Bocs, hogy így átugrom. Obviously, this is your current time. Igen, ez idő. Igen. Next to the cloud. Alright, now. Nos, lesz pár tutorial. When a hacker you simply just... Go... Okay, great. You nailed it. No, that's sikerült. The second type of attack that can happen to you is a kernel attack. Hacker, just like the DOS. All right, now I will launch a kernel attack on you, so you can test it out for yourself. Ready? Ez az a másolós baromság legyen. Bazd meg magad! Mit hogy a picsába? Na, a kurva életben? Leírtam jól, te kutya. STDIO.H. Leírtam egy Insluder, te kutya!
Let's try that again. Ne szopass! Megpróbálom gyorsan kipantani. Na most mit basztam el? In cloud. In lude. Bazeg, leírtam jól. INCLUDE. Igen. STDIO.H. Kész, ennyi. Okay, great. Now let's move to the third and final type of attack, a vector access performance executor. A vape attack, a corrupted memory segment looks like this, and a correct memory segment looks like this. I'm going to go ahead and launch a vape attack on you. Ready? Most ez ilyen memória kártyázás lesz. Now, it can only be hacked if your iPad. That's about it. Oh, wait a minute. So be on the lookout for this. If you think someone is tracking you, just turn all the lights off and be quiet. Don't say a word. Now, besides that, it's kind of weird, but he also calls his prey before he kills them. If you're somehow unfortunate to be a target of his, you have to block the front door with your life. He has a strict set of rules where he can only attack if he breaks through the front door. Don't ask me why. So if you feel like he's targeting you, be sure to check the front door at the house you're at. If he is there, how do you check? Well, that's it. Good luck. No. Kaptam is egy achievementet, hogy végigvittem a tutóriát. Amúgy volt egy kis probléma korábban a játékkal, hogy nem tudom, véletlenül kimentem ilyen kimászkálós üzemmódba, és akkor visszamentem, aztán meg lefagyott a tutoriál. Aztán el is ment a kedvem ahhoz, hogy játsszak vele. No, amúgy úgy működik a játék, hogy vannak ilyen linkek. Lehet, ez is úgy működik, mint a másik résznél, hogy az adott időpont után érhetőek el az adott linkek. Várjunk csak. Még internet van. Ezzel reseteljük a modemet. Akkor úgy látom, nem tudunk mozogni. Van két gyilkos. Az egyik a szuszogós, a másik meg egy ruszki csávó, aki a másik játékban is játszódik, nem a izében, Volcom 2-ben, hanem a Scrutinize-ban, vagy mi a Rospitz. Nem tudom, hogyan tudok mozogni, arra nem emlékszem. Bazd meg. De rég játszottam vele. Mert ez úgy van. No, megnézzük az összes linket. Itt tudtam, hogy igen korlátozott a mozgásunk. Na, közben egy oldalt meg tudunk nézni. Nincs csak. Talán valami kód. Nem.
csak egy pauz van. Szokott csörögni néha a telefonunk. Most komoly. Gyerekek, gáz van. Nem hiszem el. Nem tudok hátrafordulni, akárhogyan is szeretném. Lehet, hogy meg sem fognak engem támadni, pedig normál üzemmódba kapcsoltam be a játékot. És nem úgy emlékszem, mint hogyha igen nehéz lett volna hátrafordulnom. De már megint bugzik a játék. Nem tudok hátraforogni, mert tudtommal hátra tudok fordulni, hogy le tudjam kapcsolni a villanyt. Számítógépet is ki tudom kapcsolni, meg amúgy tényleg le kell kapcsolni a villanyt, hogy az adott elkövető azt higgye, hogy nem vagyok itthon. Most meg az, hogy fő van kapcsolva a villany, akkor tudják, hogy bent vagyok, de szerintem most akkor maga a játékszerkezet így lefagyott. Vagy én vagyok hülye. A préda. Jobb egér gombbal kukolok ki. Meg itt próbálom másolni a szöveget. Az is fura, hogy nem enged, hogy szöveget kijelöljek, de enged. Ez fura. Volt egy fura kattanás. Kicsába már. Nézzük a kuruc infót. Ezek ezt nem tölti be. Rasszista játék. Ezt itt mutatja, hogy melyik oldalt néztem meg. Bacsör. De arra emlékszem, hogy amikor megnéztem ezt az oldalt, akkor jött a ruszki csávó, és akkor Dovre vécse, és akkor hogy faszt kaptam. Egy korábbi videó róla. Hát azt meg kellett volna előtte néznem, hogy meg másokat, hogy a picsába kezelik. Nem igen enged szöveget kiemelni. Meg ennyi idő után már szoktak már zizegni a gyilkosok, hogy agyfaszt okozzanak nekem. Hát ez kurva unalmasan indult ez a kibebaszott videóm, hát hova szarjak. De úgy, hogy nem tudok mozdulni, bazd meg. Jó, próbálkozok. Control. Alt, Space, C, V, na jó, gombnyomogatás. Ha? De még a telefonom se szólal meg. Valami nem stimmel, bazd meg az irányítással. Mi a szar? Valaki kopácsolt. Addig poénból reszetelem a modemet. Bazd meg, nem tudom, melyikkel fordulok hátra.
Én kérek elnézést, bazd meg! A nyilakat kell használni. Én hülye. No. Ez egy előjel, hogy itt lehet a szuszogós gyilkos. Ezek az ablakot nem tudom én bezárni. Annyi esze nincs a főhősnőnek, amúgy onnan lehet tudni, hogy csaj a főszereplő, míg előre néztem a játéknak a különböző befejezéseit, és akkor oda ment az a tükör elé, amit most így a kurzor mellett láttok balra tőle, és akkor lehetett látni, hogy ez egy csaj. Hát akkor megyünk vissza. Igen, mint a, nem is tudom, mint a vasúti sín, úgy megyünk. Jó, magát a számítógépet nem tudom kikapcsolni, csak a modemet tudom buzerolni, a wifi-t se tudom váltani. Hallottam egy nyögést. Nem tudom, mikor frissítették utoljára játékot. Próbálok nem agyfaszt kapni. Mert könnyen be lehet szarni ettől a játéktól, hogy nyugisan itt izé, böngészöl. Amúgy hát állítólag van olyan üzemmódja a játéknak, hogy nyugisan lehet böngészni ott a menüben. Amúgy szerintem a játék nem hülye, hogy csak azokat tudom kijelölni. Amit enged. Magyar szóval arról szól, hogy hülyén kattogtasz, mint a baromállat, aztán klek, vagy klik, klik-lak-kluk. Mit csak. Azt nem tudom, hogy ha itt lenne a szuszogós gyilkos, akkor hogyan tudom kivédeni magamat. Majd meg kell néznem pár ilyen videót. Fú. Jó, majd tovább játszok, meg közvetítem ezt a játékot, akkor kiderül, hogy mit hogyan kell kezelni. Ahogy ez a... készítették ezt a játékot, vagy nem tudom... Már egy új játékot adtak ki, valami szellemes játékot. Ilyen multiplayer, PvP, Kill for me. Célpontok. Már 33 már elmúlt. Nagyon érdekes. Most ez ilyen közösségi bérgyilkos oldal, és akkor izé, kinyírod, akkor te kapsz ennyit érte. Hát ez fasza.
De hát közöttük nem vagyok állítólag, akkor nem lehet békén hagyni. Ó, az instrukciókat nem láthattam. A francba. Lemaradtam róla. Baszki, ez nem néztem, és nem fordítottam le, hogy mit is jelent, amikor itt számolgat ez a szar. Na bazd meg, most megkelnek szarra engem. Na melyik játék jön? Másolgató? Úgy van, opa, faszát, bazd meg. Jó van, akkor meg egy ilyen. Nem. Ne, bár kicsája. Mi? Román. Mit basztam el? Na. Nagy es. Nos, gem van. Ó, a VSD-vel is lehet nyomatni. A szuszogós gyilkos az ablak alatt van, rohadjak el. Hú, ezt a lemásos dolgot igen kell gyakorolnom, hogy az ilyen különleges karaktereket itt be tudjam hívni, mert valamikor kell a shift, ez természetesen, de amikor alt gr kell, meg vagy az alt, hát én beszarok. Ha? Nem csak senki. Nézzük, mennyi az idő, meg meggyilkolnak-e. Mert most elbasztam, meg... 11 PM. What? Mi? Hogy? Mi? Üpp elé. Fölvegyük, vagy ne vegyük? Fölveszem. Oké, kap be szuszogós anyáddal, szórakozz. Lehet éppen most veri ránk a faszunkat. Akkor tekintsük meg a izét. Szóval ebben a játékban nem igen lesz reggel. Igen. Oké. Dominius intervantum contemunten. Video playback. Jó, hát ebben a... Kikapcsolom a hangot, akkor meg... Ja, de így is lehet hallani kattogtatást. Na jó. Na legyen másolás, légy szíves, valami egyszerű baromságot adj. Nem érdekel a hekkelés, engem közben meg akarnak gyilkolni. Szarok rá! Hallottam, hogy elmozdult egy bútor.
Bent van a gyilkos a házban? Most bent van, vagy kint van? Hatoltatok, már bent van, és nekem már annyi. Meg vagyok hekkölve, a fülest leveszem. Így. Ahogy számítógébe fogok majd nézni, akkor le fognak bökni. Hát itt nincsen semmilyen link. Már így kezdődik a címe. Akkor mit dob ki? Á, nem. Hát ez meg... Ó! Oh. A játékba bekapcsoltam a cenzúrát. No. Nem. Hagynom kellett volna. Ja igen, a menüben van olyan, hogy cenzúra, és akkor instant kirak ilyeneket, mert van olyan, hogy be lehet kapcsolni a mesztelenséget. Hú, hát ezt a hekkelgetést egy zökarolnom kéne, majd megnézem, mi az a casual mód, access, ott voltam az előbb. Az a baj, hogy most nem merem a fülest fölvenni, mert akkor rám ijeszt, és akkor ordibálni fognak, úrva Isten fasza. Jó, kisikítottad magad? A notebot, bele kell másolnom a dolgokat. Szerintem előre kell majd megnéznem, meg játszogatnom azt az első részt, mert vannak érdekes dolgok benne. De ez egy fapados. Jó, hogy közben csörögezett. Mondjad! Hát, nem mondta. Ez a szuszogós gyilkos lesz. Uha! Lilith! Michelle! Hú, de ijesztő babák. Ez kétlem, hogy akár kislányok is akarnák ilyen csúnya babákat. Azok igen töketlenek ezek a gyilkosok. Amikor legelőször játszottam, egyből már egy ruszki rám támadt. Aztán kicsomagolt. Azt nem mutatják meg, hogy mit tesz velünk, de ki lehet találni. Egy elrabol, vagy megöl. Hát az orosznál csak annyi, hogy jó pofán csap, aztán szia. A szuszogós gyilkos az egyből széjjel szurkál bennünket.
Nem, mint a ruszki vonat, azt leszúr. Na éppen hogy kellnek. Na, most ezt nem szúrhatom el. Elbasztam, úristen! Hogy lettek ennyire balfasz? Ahogy a gyilkosok meg miért nem támadnak rám? Vagy azt nézik, hogy úristen, mennyire balfasz ez a Geri, akkor meg se támadjuk, hát már a saját hülyesége megöli. Fú. Mobilpiac. Újra meg akarom nézni, de nem igen akarja előadni. Na most ezt a videót addig akarom nyomatni, még megnevelnek engem a gecibe, mint bemelegítés a Welcome to the Game világában. Dr. Murder. Nem igen akar előjönni. Szerintem a másik részében lehet azt csinálni, hogy a valós weblapokat is meg lehet nyitni. Az egyben nem. Nem láttam olyan videót, hogy valaki YouTube-ozott volna rajta. Gyerekek, most mindenféle hülyeséget megcsináltam, oké, megint izél. Például felvettem a telefont, állítólag nem szabad fölvenni, meg le kell kapcsolnom a villanyt, hogy mi a faszom, mi azt higgyék, hogy nem vagyok itthon. Meg azt nem tudom, hogy például kikapcsolni a számítógépet nem tudod. Csak reszetelni a modemet. Nézzük, biztos most másolós lesz. Itt csak háromféle mini játék van. Igen, gondoltam. Húha, baszki! Ide két ember kell, Will, D nagy C. Hú, bazd meg! Rossz gomb! Nyasgem! Nem vagyok UFO! A kurva anyádat, hogy... Hoppál, óvat, nem igaz, hát. A böngészek tovább. És akkor reszetelődik akkor a nap. Most akkor... Gyakorlatilag akkor az időmmel szarozok? Azt akarja jelenteni? Nem értem itt lent, hogy ezek akkor micsodák. Kijelölni nem tudom, lemásolni sem, vagy Ctrl-C, Ctrl-V, vagy valami.
a jegyzettömbe nem megy át, vagy akkor innen kinyom a jó van, bajt meg. Jó, másolva is volt, akkor valami más lesz, mert mindig váltakozik. Na, menj a kurva anyádba, ezt imád. Persze, kezdjük a leghosszabbal, legközebb kínai karaktereket rakjál bele. Csezd meg. Közben gyíkoljatok már le. De, co, de. TCP. Zárójá, kurva anyád. Konst. CH. Most hol basztam el? Kon... Mi a halál? Unzigned. CH. A. R. Csillaggeci, ami nem más, nem tudom. Jó, mennyire érdekel. Mikor jön már egy gyilkos, hogy megöljön már, az nyugtatta meg engem a legjobban. Már a naptár szerint 18 napja itt kockulok, mindig reszetelődik a nap. Aha, így lehet kilépni a menüből, úgyhogy elmenti a az eddigi hülyeségeimet. Hogy itt forgolódok, bazd meg. Hú. Itt a gyilkos! Itt a gyilkos, bazd meg! Most mit csináljak? Ne! Nem! Kattogtatom! Simán kiépelném az ajtót a gecibe. Nem. Na, el is ment. Megunta. Hú, most fut az ablak fele. Hát milyen szar ajtón van, bazzek? Hát zárd már kulcsra. De az ablakhoz nem tudunk oda menni, hogy becsuknám, vagy valami. Nem. Nem, hogy bukón van, bazzek, hanem ki van az nyitva, be tud mászni a hülye gyerek. Szerintem visszatér a köcsög. Nem, megunta. Jó, megint hackkelnek. Jó, légy szíves, most ne ez a másolós hülyeség legyen, mert unom. Ja, ez a... Talál meg a... És ezt hogyan kellett volna kiszívnom ilyen rövid idő alatt? Ja, hiszem a másolósnál, hogy kapok valamennyi időt, bazd meg. Fú, bazd meg. Hát kár, hogy nincsenek így tíz fokozatok, hogy így könnyű, vagy nehéz, meg a faszom tudja. Azaz. Jó, gondolom, most elég sűrűn balfaszkodok, ezért sűrű a támadás is. Jó, imádom. Persze, tegyél két olyan lófaszt, ami olyan geci hosszú a kurva életbe. Szerintem magamnak köszönhetem, hogy ilyen balfasz vagyok a játékba. IP nagy T, osz betű, tosz, így toszlak meg. Meg egy ilyen... Nem, hülye gyerek. Mi? Hát, faszát. Jaj, ne, meg ilyen szögletes lófasz geci. De melyik az? Megvagy, ez a B lesz. Mi? Másik szögletes. Kurva román anyád. Ó, betű mit keres itt? Takarodják, vecibe. Faszom, bazzer, mint az óvodás. Most tanulja meg a billentyűzetet, bazd meg. Persze ilyen...
Jó, egyéb meg. Bicskás gyilkos, gyere, bassz szét a buci fejem. Kárvót ellenkeznem, hogy ne engedjen be. Inkább ki kellett volna nyitnom az ajtót, hogy gyere, bök szét a picsám. Mondom, ez nem jó eredmény, és ismét reszetelődik. Húsvásár. Gondolom, ez valami kannibál izé-bizé. Mikor ölnek már meg? Mikor ölnek már meg? Tango down. Job. Ez is valami bérgyilkos izé-bizé. Milyen érdekes, a mesztelenséget lehet cenzúrázni a játékon belül, ha valaki streamelni szeretné ezt a játékot. De a holtesteket nem, jó, nyilván el vagyok. És nincs rajtam a füles, de valami is gyergést hallottam. Na, közben megint meghekkelnek. Köszönjük, a másolós lesz, mert az már a halál. Úgy, te engem imádsz! Na, ezt le kéne tudni másolni. Hol vagy, te köcsög? Na, te is szereted a Half-Life 2-t? Várjál, IP, várjál, bezár. 0x. 0F. Mit basztam el? Mit? Jaj, hogy szó köz! A kurva anyádat! Nem igaz! Épp az ember már gondolja, hogy na, ez menni fog, vagy valami. Nem. Komolyan, ezek azért nem jönnek le gyilkolni, mert azon röhögnek, hogy itt izé, már a hackerek szétbasszák a fejem. Vagy az is közben játszódik, hogy ez a rohadt idő pont így kicsit reszetelődik, hogy megy visszább, így akkor sosincs vége az éjszakának. Mert itt mindig meg vagyok baszva. Basz meg! Komolyan. Át is kéne majd neveznem a címet, hogy Angry Gary bénázik a Welcome to Game-en, mert baszott előre játszani még videózás előtt, hogy na, hogyan működik a játék. Jó, az is vicces, amikor az ember első kézből itt tuti lesz kód. Vagy talán itt kéne kimásolnom a kódot az adott linkből, vagy hogy a picsába? Itt nem tudom kimásolni a kettőbe, a oldalon belül kellett másolni. Rahiból megnézem az ajtót. Gyilkos úr, hülye vagyok még kezelni a játékot. Gyere! Gyere, ölj meg! Szia! Na jó.
Azt a kurva! Rendben van. Ez most ez egy baki volt a játék részéről. De ezért köszönöm szépen, hogy megnéztetek engem. Meg pedig a YouTube remélem, hogy elmenti ezt a veszmeséget. De majd igyekszek ettől függetlenül most ezt jobban kezelni. Kicsit elszorakozunk az egyel, és akkor előszedjük a kettőt. Na, én Engi Geri voltam, viszontlátásra!